Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy a Rajk 50. szülinapja alkalmából beszélhetek a kutatásomról, pedig az esélytelenek nyugalmával kéne belevágnom ebbe, mert elég hihetetlennek hangzó állításokról fogok itt győzködni mindenkit. Például arról, hogy az európai gazdaság problémáit ne csak délen keressük, hanem Németországban is. Vagy arról, hogy a politikusok néha nem hajlandók eleget költeni, és ez baj. Illetve, hogy a túl sok megtakarítás az egy felelőtlen dolog. Hogyha most itt hirtelen mindenki takarékos sváb háziasszonyba váltana, aki 5 eurósokat dugdos egy befőttes üvegbe, akkor abba beleremegne a világgazdaság, bármilyen furán hangzik. És beszélek még német dolgozói szegénységről, annak ellenére, hogy tudom, hogyha most kimegyek a Fővem térre, és azt mondom az első szembejövőnek, hogy beszélnünk kell a német bér problémáról, akkor mi lenne a reakciója? Igen. Mégis azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, mint minden kutató, én is azt gondolom, hogy miért beszélünk egyáltalán bármi másról. De komolyra fordítva, Magyarország gazdaságát szerintem nem lehet megérteni az európai kontextus nélkül, és Európa megértését pedig érdemes Németországban kezdeni. De folytatom az érveim aláásását. Ennek a kritikának, ami a kutatásomból kirajzolódik, van egy elég hangos szószólója, és ez nem más, mint a jelenlegi amerikai elnök. Elég rájellemző módon robbantotta be ezt a témát a köztudatba. Az első G20 csúcs találkozóján azt mondta, hogy Germans are bad, very bad. És a német sajtó elkezdett tanakodni, hogy mire gondolt, ilyen rossz csont németekről van szó, vagy ilyen alávaló hitvány németekről, hogy fordítsuk ezt. De mondott még valami Trump, amit már sokkal jobban értettek, végpedig azt, hogy túl sokat exportálnak az Egyesült Államokba a németek, ezen belül is túl sok autót exportálnak, és emellett meg kevés Fordot, meg Chevyt vesznek. Szóval ennek az lesz a vége, hogy nem lesznek amerikai ipari munkahelyek, és ez nem tetszik az amerikai elnöknek, és a megoldása meg az rá, hogy akkor rárakunk egy hatalmas büntető vámot az amerikai termékekre. Ilyenkor minden közgazdász a szívéhez kap. A vámháborúból soha semmi jó nem sül ki, ez mindenkinek rossz, és a vámot kivető ország is általában lábon lövi magát vele. Viszont Trump ráhibázott valamire, amit sok közgazdász mondogat már nagyon-nagyon régóta, és ez pedig az, hogy a németek túl keveset költenek otthon. Németország folyófizetési mérleg többlete a legnagyobb a világon. Ez azt jelenti, hogy sokkal többet termelnek, mint amennyit otthon elfogyasztanak ebből a többlet. Ez a többlet ez jóval megelőzte Kínát, nem csak GDP-re egyenesen, hanem abszolút szintben is, ami azért tényleg nem semmi. Ennek ugye a másik oldalán deficites országok vannak, akik adósságot bocsátanak ki, és többet fogyasztanak otthon, mint amennyit megtermelnek. És általában a deficites országokat szokták kritizálni, mert hogy eladósodnak. De Németországot is nagyon-nagyon sokan kritizálják. Az Európai Bizottság, az IMF, minden francia pénzügyminiszter, minden amerikai pénzügyminiszter. Egyébként Obamáék voltak azok, akik először belengedték a büntető vámokat. Na és mit mond erre a német fél? Hogy nem értem, srácok. A politika nagyon szeret moralizálni, amikor gazdasági kérdésekről van szó, történeteket mesél jókról és rosszakról. És a német történet hősei az exportvilágbajnok cégek és a sváb háziasszonyok. Ez egy nagyon erős politikai sztori, és a nagyon erős politikai szlogenekkel az van, hogy általában nagyon rossz tudományos magyarázatok. Ez amúgy fordítva is igaz, a jó tudományos magyarázatok jellemzően körülményesek és unalmasak. De a német sztori az bivaj erős. És egyébként hibás. Pont ezért. Kezdjük az export világbajnokokkal. A németek nagyon szeretnek világbajnokok lenni, mint ahogy mindenki nyilván. Menetrendszerűen, amikor kijön a negyedéves export statisztika, akkor megírja a Bild, ami kb. Az akkori Blick, az ottani Blick, hogy viszont exportweltmeister, exportvilágbajnokok vagyunk. Ugye felsejlik a Berni csoda emléke, csak hogy a magyar közönség is értse, az elátkozott Berni VB döntőről beszélnek. És nagyon örülnek, hogy exportvilágbajnokok, és nem értik, hogy ezzel mi a baj. És akkor mit mondanak a makroközgazdászok erre? Azt, hogy az export többlet az nem egy világbajnoki kupa, az ugye egy kivonás, kivonjuk az exportból az importot, és hogyha ez a különbség nagy, az nem csak azt jelenti, hogy sok az export, hanem azt is, hogy kevés az import. Tehát túl keveset fogyasztanak otthon a németek, túl sokat takarítanak meg. Na nézzük, hogy működik ez a mondás a politikai térben. Németország problémája a túl sok megtakarítás.
ugye beleütközünk a sváb háziasszony legendájába. Angela Merkel nagyon gyakran elmondja, hogy milyen spórolós népek vagyunk Németországban, nem nyújtózkodunk tovább, mint ameddig a takarónk ér. És ez persze tök jó, de erre meg azt mondják a makroközgazdászok, hogy de igen, van olyan, hogy túlzott megtakarítás probléma. Ezt egyébként azóta tudjuk, amióta létezik a tudományág. És emellett azt is mondják, hogy nem a sváb háziasszony takarékossága az, ami ezt magyarázza, hanem az egyenlőtlenség probléma. Az IMF tavalyi tanulmányából például az derül ki, hogy nagyon szoros együttmozgás látható az egyenlőtlenség mutatók és a fizetési mérleg többlet vagy export többlet között. Ezen az ábrán az látszik, hogy a leggazdagabb 10% jövedelme hirtelen megugrott a 2000-es évek elején, és ezzel nagyjából párhuzamosan megugrott az export többlet is. És miért van ez? Azért, mert olyanoknál összpontosul a jövedelem, akik ebből a jövedelemből keveset költenek el. A gazdagok ugye a jövedelmük kisebb részét költik el, mint a szegények. Ezért az lesz a vége, hogy a háztartási szektor az nagyon sokat fog megtakarítani. Németország az egyik legegyenlőtlenebb európai ország, és ennek nagyon sok oka van. A 2000-es évek elejétől kezdve a bérek jóval lassabban nőnek, mint a termelékenység, és ennek a vége ez a megtakarítási többlet lesz, és az egyenlőtlenség probléma. Na most a költségvetés, ezt tudná ezzel mit kezdeni, de ront rajta. A német kormánypárt büszke arra, hogy van egy fétisük, a fekete nulla, a balanszban lévő költségvetés. Ugye azért fekete nulla, mert nem piros mínuszban vannak. És beleszerettek abba a gondolatba, hogy a költekezés ez minden rossz forrása. És ebből fakad az is, hogy nagyon keveset költenek például infrastruktúrára, utakra, digitális hálózatra. Annyit se, hogy fedezze az amortizációt. És ez már tényleg egy elég komoly problémává kezd válni. Szóval ott tartunk most, hogy sokat takarít meg a háztartási szektor, nagyon sokat takarít meg a kormány, és hogy teljes legyen a kép, egyébként a cégek is sokat takarítanak meg, annak ellenére, hogy bőszen beruházniuk kellene a 21. századi technológiákba, hogy ne maradjanak le. Mindeközben a politika nem érti, hogy mi az, hogy túl sok megtakarítás. Annak ellenére, hogy ahogy említettem, a makrotudományág ezt azóta érti, mióta létezik nagyjából. A megtakarítás paradoxon a tudomány atyától, John Maynard Keynes-től származik. Ez a paradoxon azt jelenti, hogy valakinek a költése, az ugye valaki másnak a jövedelme, tehát hogyha senki sem költ, hogy mindenki megtakarít, akkor a végén senki sem tud majd megtakarítani, nem lesz jövedelem, amiből meg tudnának takarítani. Tehát az egyénileg racionális stratégiák nem adódnak össze makroszinten. Szóval logikusan nincsen olyan, hogy morálisan jó vagy rossz megtakarítani vagy költeni. Sőt, Keynes egyébként azt is mondta, hogy olyan esetekben, amikor egyébként is a világgazdaság kereslethiányos, nulla közelben vannak a kamatok, a jegybankok nem annyira tudnak élénkíteni, akkor többleteket futtatni az nagyon káros a világgazdaság többi része az export partnerek számára. Leegyszerűsítve az történik, hogy mivel a németek nem költenek, ezért a többiek nem tudnak eleget termelni, tehát munkanélküliség lesz náluk. Tehát a németek az autóikkal együtt munkanélküliséget is exportálnak. Keynes egyébként nem csak elméletben foglalkozott ezzel a problémával, hanem gyakorlatban is ott volt 1944-ben Bretton Woods-ban, amikor a szövetségesek összeültek, hogy kialakítsák a világgazdaságot irányító intézményrendszert, és volt egy javaslata, hogy legyen egy olyan intézményi felállás, ami automatikusan kiigazítja ezeket a többleteket. Ezt leszavazták, és ironikus módon az Egyesült Államok szavazta le, aki az akkori legnagyobb többletes ország volt. Sad, ahogy Donald Trump mondta rá caps lock-kal. Na most, nagyon sokat beszéltem már arról, hogy a német gazdaságpolitika tényleg mindenkinek rossz. Akkor miért csinálják, merül fel a kérdés, miért nincsen irányváltás? Erre az irodalomnak több meggyőző magyarázata is van. Az első onnan közelít, hogy minden fejlett gazdaságban van általában egy szektor, ami erősebb, mint a többi, és ezért a lobby ereje is erősebb. Ez Németországban az ipari szektor, Amerikában a bankszektor.
Egyesült Államokban. És végigvettük, hogy a német munkásnak nem jó, hogy nyomott a bére, de az exportcégeknek meg nyilván de. És Amerikában meg az van, hogy az átlagos választó ott sem örül annak, hogy megszűnnek az ipari munkahelyek, viszont a német export többlet másik oldalán meg tőkeexport van, ebből a tőkeexportból lesz például sok amerikai hitel, ami meg jó az amerikai bankszektornak. És azért a szektorális lobbik miatt a modell marad a helyén. Stephanie Walter, a Zürichi Egyetem kutatója megvizsgálta ezt a hipotézist. Elég egyszerűen megkérdezte a német exportőröket, hogy nekik egyébként mik a közpolitikai preferenciájuk, hogy mit szeretnének. És arra a meglepő eredményre jutott, hogy a német exportőrök egyébként szintén szeretnék, hogyha a német költségvetés többet költene. Az export lobby egyik vezetője, Dieter Kempf, nyilvánosan szokta kérlelni a német kormányt, hogy légy szíj, költsetek már többet. Ez egyébként ez elég jellegzetes német kuriózum, hogy az export lobby vezetője balról előzi például a kormányzó szociáldemokrata pártot. Nem nagyon van máshol. Szóval Walter azt mondja, hogy ez a szektorális lobby ez nem annyira meggyőző. Ő azt mondja, hogy azért nincs irányváltás Németországban, mert reformálni nehéz. Egy olyan politikai intézményrendszerük van a II. Világháború óta, ami nagyon erős fékekre és ellensúlyokra épül. Több oldalú konszenzuskényszer, egy föderális struktúra, tényleg nehéz bármit átnyomni rajta, és ez a speciális helyzet állt elő, hogy mindenki szeretné, hogy a kormány például többet költsön, de nem tudnak megegyezni, hogy hogyan és mire. És ebből a patthelyzetből az lesz, hogy minden marad a régiben. Amit az én saját magyarázatomhoz hozzátesz, az, hogy egyszerűen nincs akkora belföldi probléma Németországban, hogy a döntéshozók akarjanak vele kezdeni valamit. Ugye keresletet, belső keresletet elnyomni az azért nem jó stratégia politikailag, mert munkanélküliség lesz a vége. De mivel a németeknek van egy menekülő út, az exportpiacok, ezért ez a probléma ez nem látszik. Szóval a politika az a könnyebb ellenállás irányába megy, és addig nem csinál semmit, amíg nem nagyon muszáj, és amíg meg ott vannak az exportpiacok, addig nem muszáj. És akkor felmerül a kérdés, hogy mikor várható változás, ugye akkor, hogyha ez a menekülő út bezárul. Tehát minél bizonytalanabb a világgazdaság, annál nagyobb esély lesz arra, hogy a német kormány elkezdjen élénkíteni, és látszanak ennek a jelei most, ugye nagyon bizonytalan a világgazdaság, Brexit, meg vámháború, minden, és látszanak is egyébként ilyen tétova kezdeményezések, például az infrastruktúrális beruházások terén. Egyébként ez is ilyen nagyon németesen csinálják, hogy azt mondják, hogy nagyon felelőtlen hagyni, elhanyagolódni az utakat, meg az iskolaépületeket. Tehát fogják azt a magyarázatot, amit arra használtak, hogy miért ne költsünk, és újra hasznosítják, hogy miért költsünk mégis. És ha már újrahasznosítás, ami szerintem a legerősebb erő, az a zöld fordulat, a zöld párt szárnyal Németországban, és a klímakatasztrófát megelőzni, azt nyilván beruházásokkal lehet majd. És végül van egy legfontosabb konklúzió, amit Michael Pettis közgazdász mond, ő írta szerintem a legjobb könyveket a válságról. Hosszú távú megoldás akkor lesz, hogyha az egyenlőtlenség problémával kezdenek valamit. Mert a kereskedelmi háború országok közti konfliktusnak tűnik, de nem az. Az egyik oldalán nagyon gazdagok állnak, a másik oldalán mindenki más. Tehát vámokkal meg árfolyamokkal ezt a konfliktust nem lehet megoldani. A fejlett világnak az egyenlőtlenség problémával kell valamit kezdenie. Köszönöm szépen a figyelmet!